Szeretettel köszöntöm a zsűrben Halm Tamást ismételten, aki nemzetküzdiekben, uniós ügyekben szakértőnk, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemnek a professzora, és szigorú, de igazságos véleménnyel hozzájárul, hogy a csapatok itt pontot szerezzenek. Ez is házi feladat volt, és húzással döntöttük el, hogy melyik csapat, melyik uniós biztos interjúolásával készülhetett fel. Ugye, hogy megígértem, hogy mindig lépünk együtt, most a négyes csapat fog kezdeni ebben a játékban, és kérem szépen, hogy Frans Timmermans úr Hollandiából, aki az Európai Bizottság első alelnöke, és a Green Deal témáknak a nagy gazdája, hát ő kerül most mikrofon végre, na végre adok egy mikrofont is, sőt, hogy ne kelljen nagyon hadonászni kettőt. Gyertek szívesek ide a jellere állni így, hogy a kamera látszon benneteket. Jó? Be van kapcsolva? Hogy ne lenne? Gondolom. Tele. Ceglédi csapatunk vendége. Tessék, pak. Üdvözlöm Frans Timmermans urat, az Európai Bizottság megbízott alelnökét, aki a zöld politikáért felel. Én egy ceglédi közgazdasági iskolában folytatom tanulmányaimat, amely Európai Parlament nagykövet. A hazánkban is egyre több fiatal foglalkozik a klímaváltozás témájával, ezért fordultunk önhöz segítségért. Az első kérdésem arra irányulna, hogy korábbi interjújában azt mondta, idézem, there is no future for coal, azaz a szénnek nincs jövője. Ezt mennyire tartja megvalósíthatónak egy olyan Európában, ahol a keleti régióban az energia bevételek nagy része szénenergiából történik? A zöld megállapodásnak az a célja, hogy az átmenet a fenntartható Európa felé igazságosan történjék. Európát meg kell szabadítani a fosszilis üzemanyagoktól és a károsanyag kibocsátástól úgy, hogy ne ártsunk ezzel az iparnak. És ez mennyire lenne igazságos, egységes? Az igazságosság leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az Európa azon régióiba fektetünk bele több forrást, ahol a zöld útra való elindulás még nem indult el, vagy még gyengén indult el. Korábban tett arra egy idézetet, vagy egy ígéretet, hogy benyújt egy tervezetet, miszerint ön hogy szeretné megvalósítani ezt? Ezt kifejteni egy kicsit bővebben? Ahhoz, hogy 2050-re karbon- vagy klímasemlegesek legyünk, 2030-ra csökkentenünk kell 50 vagy 55%-kal a károsanyag kibocsátást. Mivel addigra én nagy valószínűleg már nem leszek megbízott, így egy feladatomnak érzem azt, hogy egy alapkövet adjak a következő generációnak, hogy könnyebben végezzék a munkájukat. És ez milyen területeket érintene? A károsanyag kibocsátó autók csökkentését, azaz az, illetve az elektromos autók híresítését, a vasútfejlesztést, illetve a vasút jegyárak csökkentését. Hát igen, a vasútfejlesztést itthon is tártkarokkal fogadjuk, és milyen más területek lennének érintettek ebben a témában? Továbbá kiemelném a geotermikus energia felhasználást is. A geotermikus energiaforrás röviden annyit tesz, hogy ez egy olyan megújuló energiaforrás, amivel a föld belső hőjét használjuk úgy, hogy a károsanyag kibocsátásunk közel nulla legyen. És mit gondol a fiatalok, milyen hatással vannak az ön munkájára? Motiválják önt, esetleg segítik is? Én büszke vagyok azokra a fiatalokra, akik azt mondják, hogy most kell cselekedni. Én ezekből a fiatalokból szerzek erőt és motivációt ahhoz, hogy minél jobb munkát hagyjak a hátam mögött. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszönöm szépen! Hát azt hiszem a közgazdasági szemlének és annak főszerkesztője is dr. Halm Tamás. Egy kiváló dolog lenne, itt lenne az öt biztos egy ilyen interjú elég. De mi tovább lépünk, mert a második megszólalónk lesz, ugyebár a pécsiek csapat, ők Thierry Breton urat sikerült megnyerjék egy rövid beszélgetésre. Ő ugye a belső piacokért felelős biztos. Most is, bocsánat, még annyit, nem az ötökből veszünk el. A zsűri meghallgat valamennyi riportot, és utána 0-tól 5 fontig fejeként pontos, de előtte meghallgatjuk a szakértőkét, a Tamás nyitott.
Parancsoljatok! Itt van velünk a stúdióban az Európai Unió frissen megválasztott biztosa, a francia Thierry Breton, aki a következő 5 évben az Unió belső piacáért lesz felelős. Üdvözlöm, Monsieur Breton, és gratulálni szeretnék a megválasztásáért. Kérem kifejteni, hogy miből is fog állni a programja? Természetesen üdvözlök mindenkit, megtiszteltetés itt lenni. Köszönöm szépen a gratulációját. Igen, nos, az Európai Unió az elkövetkezendő 5 évben történetének talán legnehezebb szakaszához érkezett. Komoly megpróbáltatások várnak ránk, sok probléma fog felmerülni, amelyekre határozott választ kell adnunk. Értem, itt milyen problémákra gondol? Kifejezetten aggasztó a szélsőséges eszmék térnyelése az európai politikában, továbbá az unió gazdasági, illetve politikai egysége is megbomolhat, sőt a Brexit folytán valószínűleg meg is fog. Ezen kívül az USA és Kína komoly térnyelésével kell számolnunk Európában, ami aggályokat ébreszt bennem. Értem, elnézést. És az új pozíciójával hogyan tervezi ezeket a problémákat orvosolni? Amint tudja, az én fő területem, illetve megbízatásom az, hogy létrehozok egy közös belső európai piacot. Ennek érdekében létre kell hoznunk olyan struktúrát, ami mindenképpen működik az összes tagországnak. Az én feladatom továbbá az is, hogy Európa gazdasági és ipari működésérehez egy hosszú távú stratégiai tervet készítsek, ami működőképes. Értem, ezt esetleg ki tudnál fejteni jobban? Természetesen a belső piac az, hogy működőképes legyen, elengedhetetlen, hogy olyan vállalatok, kis, közép, illetve nagyvállalatok foglaljanak helyt, vegyenek részt benne, amelyek először saját hazájukban válnak versenyképessé, majd későbbi bővítés segítségével a globális piacon is megállják a helyüket. Ennek biztosítása érdekében engedhetetlen, hogy a mostani monetáris uniót idővel egy fiskális unió váltsa fel. Értem. És mi lesz azokkal a tagállamokkal, akik nem tagjai ennek az eurózónának? Természetesen ezek a tagállamok további nehézségekkel állnak szemben a globális versenyképesség terén, hiszen valutájuk értéke az eurótól függ. Átmeneti megoldásként javasoljuk nekik, hogy a nemzeti valutájukat az euróhoz rögzítsék, azonban végső célunk az, hogy minden egyes tagállam tagja legyen az eurózónának. Értem. Esetleg a vállalkozások segítésén kívül van másik terve is arra, hogy az Európai Uniót globálisan versenyképessé tegye? Természetesen, köszönöm kérdését. A legfontosabb dolog az, hogy Európa a nagy kapitalizáció vállalkozások mellett olyan technológiai fölénnyel bírjon, amely a világ technológia élvonalába emeli őt, sőt, akár túl is mutat ezeken. Ezt komoly uniós és állami források és szakértelem igénybevételével tudjuk csak elérni. Értem. Hadd kérdezzem még meg, önnek mi az álláspontja a Brexit-tel kapcsolatban? Befolyásolni fogja esetleg az ön programját az, ha esetleg kilép az Egyesült Királyság az Unióból? Nézd, a Brexit az sajnos még nem, nincs olyan állapotban, hogy erről érdemben nyilatkozhassak, ugyanis még nem sikerült olyan megállapodásra juttunk, amely mindkét felet kielégíteni. Azonban véleményem szerint az Egyesült Királyság távozása a belső piac létrehozását nem nehezíti, maximum annak mértékét és nagyságát csökkenti. Thierry Breton volt a vendégem. Köszönjük szépen a figyelmet. Én köszönöm. És már is jöhet a ravasz csapatunk az egyes asztal, aki Paolo Gentilonit, a gazdaságpolitika felelős biztosát szólalta. Melyik őtök a biztos? Én vagyok a biztos. Ha biztos, akkor biztos, hogy ide kéne állnod, és ide a riporternek, jó? Rendben. Hogy te legyél szemből, és már is adom a mikrofont. Rendben. Tisztelt Gentiloni úr, először is hadd gratuláljak megválasztásához. Mit üzen az Európai Unió beli polgároknak? Először is azt, hogy az ígéreteimet be fogom tartani, valamint az üzemanyag és széndioxid kibocsátó, illetve a technológiai cégek megadóztatását végre fogom hajtani. Továbbá fontos információ, hogy sokkal szigorúbban fogom ellenőrizni a tagállamok pénzköltéseit, mint elődeim. Illetve célom, hogy az uniós források felhasználása egyértelműen nyomon követhető lessen a jövőben. Értem. Milyen fő feladatai lesznek a következő 5 évben? A napokban konzultáltam von der Leyen asszonya azzal kapcsolatban, hogy milyen teendőim lesznek az elkövetkezendő időszakban. Az elnök asszony szerint a legfontosabb a környezettudatos gazdaságpolitika és egy Európai Uniós munkanélküli segélyrendszer kialakítása. Továbbá célunk, hogy a környezetszennyező, illetve digitális óriás cégeket megadóztassuk, ezzel segítve a bizottság klímaváltozás elleni küzdelmét.
Mi lesz a legnehezebb feladata gazdaságpolitikai biztosként? Véleményem szerint a deficit és az adósságkorlátozás kérdése nem lesz egyszerű feladat. Olyan rendelkezéseket kell majd kidolgoznunk, amelyek egyaránt megfelelnek a szigorúbb, nagyobb szigorra váró északi országoknak, illetve az adósságban szenvedő déli országoknak is, mint például Spanyol vagy Olaszország, akik nagyobb rugalmasságot fognak tőlem várni ilyen szabályok kialakításakor. Mit gondol, sikerül majd bevezetni a digitális adózás rendszerét? Sokan élesen bírálják ezt az ötletet. Az erről szóló adótervezetet sajnos még nem sikerült elfogadtatni, mivel ez egyhangú megállapodásra lett volna szükség. Viszont ezt néhány ország megvétózta. Ha továbbra se fogunk megállapodásra jutni, akkor egy indítványt fogok benyújtani, amellyel kérelmezni fogom, hogy többségi szavazással is el lehessen fogadni a tervezetet. Továbbra is kiállok a döntésem mellett, mivel egyrészt nagyszerű ötletnek tartom, másrészt rengeteg feleslegesen felhasznált papírt meg lehetne ezzel spórolni, így része lehetne az Unió környezetudatos politikájának. Köszönöm segítőkész válaszait. Én köszönöm. Kérem szépen, vándorlunk tovább. Most a hármas asztalunk következik, ugyebár, és Margaret Fenstagerrel, a dán ügyvezető alelnökkel és digitális témák gazdájával hallunk beszélgetést, úgyhogy ki lesz nem kérdezem ki a hölgy, bocsánat, akkor légy kedves ide. Kedves nézőink, mai gazdaságpolitikai rovatunk vendége Margaret Vestager, ügyvezető alelnök, a Digitális Kor Európája tárca birtokosa, ismertebb nevén a Tax Lady. Kapcsoljuk a helyszínen levő tudósító kollégánkat. Tisztelt Vestager asszony, minek köszönhető a budapesti látogatása? Üdvözlöm a kedves nézőket! A hivatali időm első felében kötelességem meglátogatni az összes tagállamot, Budapestre természetesen mindig szívesen jövök. Nagyon örülünk, hogy jól érzi magát országunkban. Vestager asszony, mi a véleménye az EU jelenlegi technológiai, illetve digitális helyzetéről? Véleményem szerint Európa ezen a téren is kiváló eredményeket mutat fel, és bár van még hová fejlődnünk, hiszek abban, hogy Európa ebben a témában is, ebben a szempontból is, digitális szempontból is képes lesz világvezető lenni. Mik a tervei a digitális eszközkészletet illetően? Elsősorban behozni a lemaradást, illetve fenntartani egy magas minőségű szintet munkakörnyezeteinkben, emellett fejleszteni a digitális eszközeinket és szolgáltatásainkat. Napjaink gazdasági életének fontos szereplője a kis- és középvállalkozások, startupok vagy akár innovatív vállalkozások. Miben támogatja ön ezek fejlődését? Hivatásom az, hogy olyan feltételeket teremtsek, amelyek pozitívan befolyásolják a gazdaságot, az ipart, illetve Európa fejlődési és innovációs képességét is erősítik. Ettől fogva a kis- és középvállalkozások fejlődési stratégiájának kidolgozását kiemelt feladatomnak érzem. Hivatali idejének első 100 napjában ön kontrollálja a munkát egy EU-s megközelítésű mesterséges intelligenciát. Esetleg hallhatunk pár szót erről? Természetesen. Ebben a munkafolyamatban az én feladatom az, hogy kiemelt figyelemmel kísérjem a mesterséges intelligencia emberi és etikai vonásait. 2020 végére az EU tervei szerint előáll egy nemzetközileg elfogadott digitális adóval. Esetleg mire számíthatnak a polgárok ezzel kapcsolatban? Sajnálatos módon ebben a témában a tagállamok véleménye megoszlik. Éppen ezért nem alapozhatunk egy közös nevezőre jutásra. Viszont azt határozottan kijelentetem, hogy ha a következő év végére nem sikerül egy egyöntetű döntést hozni, akkor az Európai Unió készen áll egyedül cselekedni. Az interneten számos karikatúra terjed önről. Mi a véleménye ezekről, Vestager asszony? Hát igen, politikusként a véleményem szerint közel lehetetlen az, hogy az embert valamilyen módon kifigurázzák. Viszont örülök annak, hogy az emberek észrevették, meglátták a portfóliómnak a jelentőségét, és reményeim szerint a mostani portfóliómmal még jobb eredményeket sikerül majd elérnünk. Emellett szeretnék köszönetet mondani most az alkalmat megragadva a kollégáimnak, akik nélkül a feladatomat nem tudnám elvégezni. Köszönjük szépen Margaret Vestagernek a részletes válaszait, a szó a stúdiói.
időjárás jelentés. Kérem szépen, még egy hölgy, köszönöm szépen, még egy hölgy vendéget várunk, Eliza Ferreirát, a kohézió és a reformok témán a gazdáját. Most is azt kérem, hogy a hölgy lesz szíves ideállni, és a többiek majd őt segítik, ugye stúdió van itt is, majd legyenek szívesek a mikrofonokat, azt szerint adni egymást. Tessék! Jó napot kívánok a kedves nézőknek! Szabó Gergő vagyok, a Pénztár TV gazdasági rovatának a műsorvezetője. A mai műsorunk egy igazán jelentős alkalom okán, egy igazán jelentős személlyel készülhetett el. A műsorunk vendége dr. Eliza Ferrara, kohézióért és reformokért felelős biztos. Az esemény pedig nem más, mint a december 1-i Európai Bizottsági Beiktatások, amelyek 5 évig határozzák meg az európai emberek sorsát. Köszönöm Ferrara asszonynak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt szeretném átadni a szót gazdasági és politikai elemző kollégáimnak, Lacka Ádámnak és Tőzsér Zsoltnak. Köszönöm szépen a szót, műsorvezető úr, én is szeretném üdvözölni Eliza Ferrarát. Mindenkit üdvözlök, és szeretném megköszönni a meghívást a stúdióba. Biztos asszony, hogyan élte meg ezt a választást, és hogyan érzi most magát? Hatalmas elismerés számomra, hogy kineveztek erre a pozícióra, hiszen mindig a közösséget munkálkodtam, és azon álmodtam, egy napon az európai ügyek terén fogok tevékenykedni. És el tudnán nekünk és a tévénézőknek egy pár szóban elmondani a szerepkörét? Hiszek abban, hogy a kohéziós politika, amiért felelős vagyok, stratégiai jelentőségű az Európa program fennmaradása érdekében. Az Európai Unió az európai emberek érdeme, így együtt kell megoldást találnunk a felmerülő problémákra. A konvergencia vezéralkaként mindent meg fogok tenni, hogy a tagországok gazdasági különbségeit a lehető legalsóimra csökkentsük. Talán többünkben felmerülhetett a kérdés, biztos asszony, hogy milyen előzetes tapasztalatai voltak, ami alapján ön alkalmasnak érzi magát egy ilyen szerepkör betöltésére. Pályafutásomat szülőhazámban, Portugáliában kezdtem, ahol a fejlesztési közintézmények elnökeként munkálkodtam. A későbbiekben az ország környezetvédelmi, majd a tervezési miniszteri hivatalát töltöttem be. 2004-től 2016-ig az Európai Parlamentben tevékenykedtem, és az újonnan betöltött pozícióm mellett jelenleg is a Portugál Nemzeti Bank alelnöke vagyok. Köszönöm szépen. Esetleg még tudná nekünk az elkövetkezendő 5 évre a vízióit ismertetni? Elsődleges célom a fenntartható fejlődés biztosítása és egy újabb uniós szintű kohéziós stratégia kidolgozása, amely az Európa 2020 programot követné és lehetővé tenné a hosszú távú hatékonyságot. És néhány konkrétumot ezekkel a víziókkal kapcsolatban tudná említeni nekünk? A 2021-es-27-es időszakban az általam kidolgozott tematikus menü 5 szakpolitikai célkitűzése le fogja fedni a területi, gazdasági és politikai kohéziót, emellett hozzá fog járulni az Európai Unió intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődéséhez. Mottóm, egyetlen régió, egyetlen ember sem maradhat le. Remélem, kedves nézőim, ezzel a beszámolóval sikerült önökhöz közelebb vinni a bizottság feladatait, illetve Ferrara asszony sokszínű tevékenységét. Köszönjük a figyelmet! Hát akkor szakértőnk ki a mikrofon. Ja Istenem! Hát hadd kezdjem azzal, hogy Ursula von der Leyennél, de még inkább Várhelyi Olivérnél jobban csak egy valaki várta, hogy az Európai Bizottságot megszavaz az Európai Parlament. Ez Kerekes György volt, ugyanis nagyon izgultunk azon, hogy amikor a versenyt tartjuk, addigra már legyen Európai Bizottság, és ezt a játékot el lehessen játszani. Hát sikerült, és talán sikerült ott olyan szemét kiválasztani, akik gazdasági témákkal foglalkoznak. Lehet, hogy a jelenlévők lelkéhez nem ezek állnak a legközelebb, de hát ez egy gazdasági jellegű, pénzügyi jellegű műsor, vagy vetélkedő, ezért ezeket a személyeket kellett kiválasztani. Összességében én úgy ítélem meg, hogy nagyon ügyesen fogták föl a játékosok a feladatokat, nagyon jópofán
mentek a kérdések, mentek a válaszok. Különösen értékelem azt, ez nem szakmai értékelés, inkább, hogy is mondjam, csak az előadásmódhoz kapcsolódik. Azokat értékeltem én legmagasabbra, akik mindenkit bevontak. Ez nagyon fontos volt, hogy ne csak egy valaki álljon ki, mennyivel szellemesebb volt, hogyha mindenkit a csapatba be tudtak vonni. Aztán azt is nagyra értékelem, amikor a kérdező nagyon kemény és nagyon konkrét kérdéseket tett föl. A legelső csapat volt az, amelyik azt hiszem ezt a leghatározottabban képviselte, tehát hogy konkrétumok hangozzanak el. Az első szereplőknél ott több konkrétum hangzott el egy perc alatt, mint egy normál tévéműsorban, kivéve ha Bot Péter Ákos ad interjút a televízióba, ugye még többet szoktunk hallani, de a politikusok szeretnek mellé beszélni. Ez egyébként a portugál hölgynél volt a legjellemzőbb, tehát egy csomó olyan lózungot mondott, hogy ő mit szeretne csinálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt nem kifogásolom, mert az Európai Bizottság legtöbb tagja politikus, tehát ők politikus, tudjuk, hogy éppen a magyar az nem, Várhelyi Olivér az egy szakdiplomata, karrierdiplomata, de ők politikusok, és ilyenek, hogy az európai problémákat megoldjuk, meg összevonjuk majd, illetve a kohézió keretében majd nem hagyjuk, hogy lemaradjanak, mindenki valami haszonhoz fog jutni. Tehát úgy nyilatkozott, ahogy egy politikusnak nyilatkozni kell. Én szakmai hibát nem nagyon találtam. Voltak olyanok, akiknek mondjuk azt hiszem Paolo Gentiloni esetében, hogy olyan kérdéseket is kapott, amik nem az ő területéhez tartoznak, de mind releváns európai kérdések voltak. És hogy mondjam el, hogy a mostani Európai Bizottság az kicsit más megközelítésben dolgozik, tehát ott többfajta ilyen munkacsoportot hoznak létre, tehát más feladatokkal is foglalkoznak a biztosok, mint amit megkaptak Ursula von der Leyen-től. Itt a Thierry Bretonnál kiemeltem, hogy kellemes légkör volt, a nagyon jó hangulatot teremtett a kérdező, és hát itt is nagyon sok olyan kérdés fölvetett, ami nem az illetőhöz kapcsolódik, itt a szélsőséges eszméktől a Brexit, az USA-Kína helyzete. Hát ez talán egy kicsit kilógott szerintem, de a többinél azt hiszem, hogy nagyon jól ragadták meg a témát. A Margaret Vestager-nél nagyon jó volt ez a női ruhás dolog, meg ezeket, amiket fölemeltek, viszont ő neki továbbra is feladatköre a versenypolitika, és ez az Európai Unió egyik legfontosabb politikája, tehát arról lehetett volna egy-két szót szólni. Itt még meg is kérdeztem a zsűri többi tagját, hogy vajon én nem hallottam, hogy a versenyről versenyszó nem hangzott el, de ők is megerősítettek, hogy ez nem hangzott el. De összességében én nagyon élveztem, még akkor is, ha rettenetesen kellett figyelnem, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek a szellemes feldolgozást. Köszönöm szépen! Folytatjuk mi a játékot azzal, hogy a zsűri elmondja ítéletét az elhangzottakról. Négyes megszólalás kezdődik. A ceglédiek. A ceglédiek voltak, igen. Nekem úgy van fölírva. Kérem szépen. 15, 19, meg 4, az 23 pontot sikerült Ceglédnek szereznie. Akkor következik az ötös asztalunk. Igen, 9, 9, 18, meg 3, az 21 pontot sikerült gyűjteni. Akkor a következőt. Békés Csaba. Békés Csaba pontszáma következik, az egyes asztalunk. Egyes asztal. Egyes asztal. Jó, 312, meg az 22 pontot sikerül gyűjteni. Hármas asztal, gimilliomosok. Igen. 312, 10-22 pontot sikerül gyűjteni. Kettes asztalunk a Crash. A zsűri nincs könnyű helyzetben, nagyon gondos. 4-4-16, meg 5-21 pontot sikerült itt is szerezni. Most azt fogjuk megnézni, hogy elolvas a társaság egy-egy cikket, és ebből referál, hogy szerinte mi annak lényege, anélkül, hogy végigolvasná természetesen az egész cikket. Na most, ennek megfelelően sorsolni fogunk, méghozzá úgy, hogy még nem kezdett az ötös asztalunk, tehát 5-1-2-3-4, így fogunk menni. Az ötös asztal húz először, 4 percig gondolkodik, amikor 2 perc gondolkodásnál tart, akkor lépünk láncszerűen tovább.
és amikor megszólal az ötös asztal, akkor az egyes, a kettes asztal is húzhat. Tehát 5, 1, 2, 3, 4 sorrendben fogunk menni. De lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, de elmúlt években mindig az volt a kérés, hogy nehogy mindig ugyanaz a csapat kezdjen válaszolni, és így mindenkire a kezdés csodálatos mámora is vonatkozik, és nem feltétlenül kell véghallgatni mindenkit. Tehát kérem szépen az ötös csapat húzott cikket, négyes ugye, négyes sorszámú forrás feldolgozása következik az ötös asztalnál. Kiadjuk a következő feladat lapját, de majd akkor ezt ismertetem a vendégeink számára is, így sorozatban mindenki dolgozhat. Szépen akkor a ötös asztalt, hogy kezdje meg a választ, és ha a válaszadónk befejezte, akkor utána hozzáláthatnak majd a következő feladatnak a megoldásához is. Tehát idén nőtt az arany iránti érdeklődés. Ez elsősorban abból is látszik, hogy a jegybankok növelték aranytartalékaikat, 12%-kal többet vásárolva ebben az elmúlt 3-4 évben, mint a tavaly év ebben az időszakában. Ez elsősorban azért lehet, mert a világgazdaság és a jegybankok is egy várható gazdasági recesszióra, esetleg válságra számítanak, ezért igyekeznek stabil arany betéteket és aranytartalékokat felhalmozni. Ugyanakkor, ha recesszióra számítunk, meglepő talán, hogy a magánvállalkozók és a magánbefektetők kevesebb aranyat vásároltak, 22%-kal kevesebbet egyébként, mint tavaly ugyanebben a periódusban. Ez magyarázható azzal is, hogy az aranyára ugyancsak emelkedett 22%-kal a tavalyi évhez képest. Az aranyár drágulás azt is jelenti, hogy megéri valószínűleg belé fektetni, ugyanis ezek az árak a recesszió előrehaladásával egyre magasabbak lesznek. Kevesebb aranyt használtak fel többek között a technológiai szektorban is, lévén az okostelefon eladások visszaestek, ezért kevesebb alkatrész kellett, amik aranyat igényelnek. Ugyanakkor a kevesebb arany azt is jelenti, hogy kevesebb aranyékszert került a piacra, ezáltal az ékszeradások is csökkentek. Megemlítendő továbbá az is, hogy az idei évben az aranykereslet bőségesen fedezte az aranykínálatot, több mint 200 tonna aranytartalékot hátrahagyva eladásra. Tulajdonképpen ennyi lett volna. Köszönöm szépen, és akkor megláthattok a definíció feladatnak a feladatlapja. Ott van, ismert a feladat. A kedves rendnek mondom, hogy egy feladatlapon 10 darab fontos kifejezés leírt definícióját is megkapják a csapatok. Ezeket kell pontosan felírni a feladatlapra. Természetesen a feladatlapon szükséges lesz, hogy megjelen a csapat neve és száma, de segít abban, hogy a fogalmaknak a kezdő betűi, vagy ha több részből áll, akkor ezeknek a kezdő betűi rendelkezésre állnak. Most pedig kérném szépen akkor az egyes asztalunkat, hogy a kettes téma előadásával tiszteljék meg a zsűrit. Gyere ide, légy szíves, hogy kamera is látson, zsűri is, és parancsolj. A hazai GDP 2009-ben a 4,8%-ot is emelkedett az előző évhez képest, viszont jövőre valószínűleg ez az érték közelíteni fogja a 3%-ot. Ennek ellenére a gazdaság bővülése továbbra is az egyik legmeghatározóbb dolog lesz, vagy a legjobb lesz az Unióban. A fogyasztás is dinamikusan nőhet, és ezzel együtt a beruházások is bővülhetnek. 2020-ra éves átlagban az infláció 3%-os jegybanki cél felett maradhat, és a maginfláció stabilan meghaladja a 3%-ot, viszont a forint lassú leértékelődése továbbra is lassabb lesz az euróénál. Köszönöm szépen! Itt is a zsűri valamennyit meghallgatja, és utána majd dönt. A párhuzamos feladat definíciót viszont elkezdheti ez a csapat is. Kettes asztalunk a hármas témával, vagyis arról szól a cikk, hogy a kormány további kedvezményekkel serkenteni a nyugdíjbiztosítások kötését. Tehát Varga Mihály a Mabisz konferenciáján kiemelte, hogy a nyugdíjbiztosítási soknak a számát szeretné növelni és serkenteni. Ezt azzal indokolta, hogy elég népszerűek, hiszen a 2014-es indulásuk óta már több mint 300 ezer szerződés köttetett meg. Mindez a
biztosítóknak az eredménye gyakorlatilag, jelzi ezt a 40 milliárdos profitjuk. Magyarország próbál az uniós átlaghoz felzárkózni ilyen téren is, ezt Varga Mihály emelte ki. Ezen kívül stabil emelkedés volt a szerződések kötésének a számában továbbra is, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon a reformok működnek. Köszönjük szépen! Köszönöm! Tehát az ötös cikk ismertetése következik majd, de először azt mondja, hogy a hármas csapatunk az egyes cikkről szól, majd a segítői mérik az időt, hogy azért ne legyen rövidebb az ő felkészülési idejük. Ugye hozzáteszem, minden csapat természetesen nem a cikkből beszél, hanem a cikkből készített jegyzetéből beszél. Ez a kiírásban fontos tétel volt, de láttam, ezt mindenki tartotta is. Hiszen a lényeglátás az igen fontos lesz. Egyes cikk, igen, 400 ezer alvó számla lehet Magyarországon. Amint említették, a cikk címe az, hogy 400 ezer alvó számla van Magyarországon. Jelentette be Kovács Levente a Magyar Biztosító Szövetség nevében. Alvó számlának azt nevezzük, akik az október 31-i határidőig nem jelentették be ügyféladataikat. Ezáltal nem azonosították magukat. Arról is információt kapunk, hogy 10 000 ezek közül azoknak a száma, akik alkalmi bankolók, tehát évente egy-két alkalommal járnak be a fiókba, ezáltal nem túl aktív, tehát nem túl aktívan használják számláikat. Amint az elemzésükből látszik, azt mondják, hogy a magyarországi piacot 4 univerzális bank ki tudná szolgálni, és több hitelintézetre volna szükség a piaci igények kielégítéséhez, és ezek a bankok annál jobb volna, minél diverzifikáltabbak, vagyis több országból vannak. Köszönjük szépen! Köszönöm! És még a négyes asztalunk készül, az ő témájuk az ötös, vagyis, hogy egyre drágábban egyre kevesebb lakást cserél gazdát ismerteti az írás, amelynek az összefoglalóját a Cegrédiektől várjuk. Az elmúlt években, amióta dübörög a gazdaság, amióta a válságból kilábalt az egész ország és minden lakos, amióta nagyon jó és kedvező hiteleket kaphatnak az emberek, azóta az ingatlanpiac is folyamatosan tetőzik. Egyre több lakást adtak el az elmúlt években, ez miatt növekedtek az ingatlanárak, növekedtek a bérleti díjak is, ami most azonban úgy látszik, hogy egy tetőpontjához érkezett, ugyanis az ingatlanpiac a növekedés megállt, ahogy ez a cikkből kiderült. Az előző év azonos időszakához képest most már csökkent az ingatlanárak növekedése, illetve a bérleti díjak növekedése is. És nagyon feltűnő adat, hogy 2018-hoz képest most már sokkal kevesebb, 5%-kal kevesebb lakást cserélt gazdát. Egyre kevesebb lakást adnak el, és az MNB és a további elemzők úgy vélik, hogy ez a jövőben is csökkenni fog. Miért? Egyre kevesebb engedélyt is adtak ki az elmúlt időszakban, egyre kevesebb új lakás épül. Természetesen az adatok most még nem mutatnak teljes képet, hiszen a jelenlegi lakásaladásokról még nincs konkrét adatunk, csak később lesz majd jövőre, vagy ezután, de már most látható az, hogy csökkenés fog következni, hiszen már most is csökkenő trendre váltott a lakásvételek száma, és már most egyre kevesebb lakás fog épülni, legalábbis ez van kilátásban a piaci helyzet miatt, az miatt, hogy már később nem lesz majd csok, illetve hasonlóan kedvező hitelkondíciók, illetve már most egyre kevesebb engedélyt kapnak az építők. Tulajdonképpen az, aki már lakást akart venni, az már megvette, és egyre kevesebb igény mutatkozik arra, hogy új lakások, új ingatlanok épüljenek, és azok, akik el akartak költözni, azok már eddig megtették, már eddig felújították az ingatlanjaikat, úgyhogy tulajdonképpen a csökkenés továbbra is várható, ahogy ezt az elemzők előrevetítették már számunkra. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! A definíció feladatoknak a sorba kérem szépen, hogy ide kerüljön. Ugye elmondtuk, hogy itt az értékelés úgy történik, hogy 8 perc áll minden csapat rendelkezésére. Ezt most asztalonként mértük, tehát még így dolgoznak néhány asztalnál, addig nem mondom el persze a
a megoldásokat. És akkor, hogy a definíciónak most már a megfejtésére is térjünk. Hát itt az első kérdés az, hogy olyan tőzsdeli ajánlat, amely az ajánlatban megadott áron, vagy annál jobb áron teljesíthető. Itt a limitális ajánlat volt a megfelelő, az elbetel, az álltam meg, mert a limes azért valahol idegen szó, de talán eléggé meghonosodott. Van csapat, aki ezt megtalálta? Fényjelzés, tehát limitális ajánlat. Nem látok nagy lelkesedést. Lehet, hogy ez nehéz volt. Olyan erőlátó tervszerű emberi magatartás, amely bizonyosan bekövetkező vagy váratlan események vagyoni hatásait igyekszik kiküszöbölni, egyik eszközi a biztosítás. Ennek ez összességében az ő betűvel kezdődött, mi lett? Az öngondoskodás, ugye ott látszik fönt. Harmadiknál a szerződő által a biztosító részére biztosítási szolgáltatásért fizetett összeg, amelyet a biztosító állapít meg, ez a biztosítási díj. A jövedéki termék legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett bélyeg, ez a zárjegy. Ez az, amit érdemes megnézni, hogy meglegyen, mert akkor bizonytalan, hogy abban a termékben akár mi folyik, most szó szerint. Az esedékességkor meg nem fizetett adó és jogosulatlan igénybe vett költségvetési támogatás, ez az adótartozás. De nézzek a zsűrre, hogy egy adóhátralékot esetleg elfogadtak? Bólogat. Ham Tamás ingat, Csendes Ágnes bólogat, hát végül is azt hiszem elfogadta a zsűri. Jó. Hitelfelvevő tőketartozásának csökkentése irányuló banki átutalás vagy bankkártyás fizetési formában teljesített befizetés, ez az az előtörjesztés, ha emlékeztek korábban ennek módjáról, például a diákhitel kapcsán már volt szó, ugye egy előtörlesztési lehetőség is van. Az értékesített termékek és áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke, ez az árbevétel. Aztán egy bonyolultabb volt, egy részvénytársaság összes kibocsátott részvénye névértékének összege, az alaptőke vagy tőzsdei kapitalizáció, ugye ez a 8-as, 9-es, azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett kockázatokról fenyegetett. Hasonló kockázati szintű személyek csoportja, meg ennek a kockázatnak közös kezelésére jött létre, ez a veszélyközösség, ugye a V betű volt az adott. És végül az Európai Unió 7 úgynevezett intézményének egyike, amelyet 1977-ben hoztak létre, székhelye Luxemburg, feladata, hogy ellenőrizze az Európai Unió intézményének pénzügyeit, valamint az európai forrásokból részesedő, illetve azokat kezelő szervezetek pénzügyeit és gazdálkodását, ez az Európai Számvevő Szék. Hát kérem szépen, akkor most pontgyűjtés következik, mert először nézzük meg, hogy a forrás értékelést hogyan értékelt a zsűri. Figyeljünk, azt a zsűri azt kérte, hogy a megszólás sorrendjében mondhassák el, tehát ugye az ötössel fogjuk kezdeni. Ötös a pécsi csapatunk, forrás, tessék, 3x4, 12, ez 22 pont összesen. Akkor következik az egyes és Békés Csaba pontszáma. Ők vajon mennyit értek el? 4 meg 3 az 7, meg 4, 11, meg 5, 16 pontot szereztek ebben a fordulóban. Megyünk tovább, következik Salgó Tarján pontszáma. Ők ugye a hármas témával birkóztak. Azt mondja 7, meg 7, 14, meg 3, az 17-es. Aztán megyünk tovább, és következnek a gimilliomosaink. Ők a hármas asztalunk, igen. 9 meg 8, 17-es pont, és végül nézzük meg a 4-es asztalunkat, vagyis Ceglédet. 8 meg 7, 15 meg 4, az 19 pont. Köszönöm szépen. A definícióknak az értékelésén gondolom még dolgozik a zsűri. Nem. Az 1-es asztalunk 13. A 2-es asztalunk 11, a 3-as asztalunk 6, a 4-es asztalunk 10, és az 5-ös asztalunk 12 pontot szerzett. Köszönöm, ezt vissza is adom. Hát kérem szépen, talán a
legizgalmasabb feladatsor következik, és megint 20 pontért, lássuk, hogy hogy állunk. Tehát jelen pillanatban Pécs csapata vezet 154 ponttal, második helyen az egyes asztalunk Békés Csaba, harmadik mindössze egy ponttal lemaradva Cegléd, őt követi hárommal a hármas asztalunk, vagyis Székelyudvarhely és a kettes asztalunk Salgó Tarján 131 pontot szerzett már, tehát igen szoros a mezőny, 20 pontot lehet szedni ennek a játéknak, az a címe, hogy kockára tesszük. Hát van egy kis zacskónk, amivel meglátogatok sorba csapatokat, most jobb lenne, ha lenne görkorcsolyám is, megteszed, hogy húzol, és akkor ugye a következő, a csapat húz egy kockát ebből a dobozból. Ennek valamilyen színe van, a fehér szín pénzpiaci és diák hitelkérdést, a zöld biztosítási és pénztárpiacit, a piros tőkepiaci kérdést, a kék uniost, a sárga pedig állami, tehát adózás és költségvetési kérdést tartalmaz. Az egyes csapat húz egy ilyen kockát, majd dob vele, és megkíséreljük azonosítani, hogy ezzel milyen kérdést szereztek meg. A zöld ötös. A zöld ötös, kérem szépen. Kinek a megbízásából jár el az alkusz? Kinek a megbízásából jár el az alkusz? Az ügyfél. Köszönöm szépen. Ez eddig rendben van, mert sikerült kettő pontot. Színe? Zöld négyes. A kérdés pedig így szól. Gépjármű biztosítások esetében, amikor a károsodott jármű nem javítható meg, szakszerűen és gazdaságosan milyen kárról beszélünk? Igen. Totál kár. Jó, elfogadjuk, ez is jó lesz kettő pontra. Ne tedd vissza, de következő asztalunk, hármas asztal, következő. Mindenkinek négy dobása van. Fekete négyes. Na, végre egy új szín a palettán. A fekete négyes. Melyik az a tevékenység, ami a vállalat üzletrész valós piaci értékére hivatott megbecsülni? Tehát melyik az a tevékenység, amely a vállalat üzletész valós piaci értékét hivatott megbecsülni? Ne tessék nagyon bonyolultra gondolni. Úgy van, a vállalat élet üzletész értékbecsülés, kettő pont itt is megvan. Megyünk tovább kockázatos játékunkkal. Milyen színű? Sárga egyes. Hogyan nevezzük azt a nyugdíjrendszert, ahol a dolgozó nyugdíjjárulékaiból fizetik az aktuális nyugdíjjogosult lakosság nyugdíjait? Tehát hogyan nevezzük azt a nyugdíjrendszert, ahol a dolgozó nyugdíjjárulékaiból fizetik az aktuális nyugdíjjogosult lakossági nyugdíjait? A felosztó kirovó. Ez az átkozott nyugdíjrendszer. Itt nincs pont a négyes asztalnál most. Ötöshöz megyünk. Színe? Piros három. Melyik az amerikai jegybank szerepét betöltő központi bank 12 bankból álló központi tartalékrendszer? Ha rövidítést mondjátok, az se baj. Tehát melyik az amerikai jegybank szerepét betöltő központi bank 12 bankból álló központi tartalékrendszere? Ez könnyebb lett volna, mi? Hát miért nem olyat dobtál? Most. Ha nem találjátok ki, ennyiből nehéz lesz. Tehát melyik az amerikai jegybank szerepét betöltő központi bank? Hangosabban. No, it's not. Nem is fényképezőgép, de ez a Fed, a Federal Reserve System. Federal Reserve System. Sajnos nincs pont az ötösnél sem. Jövünk megint az egyeshez. Színe. Kék kettes. Kék kettes, kérem szépen. Ilyenünk még nem volt. Kék kettes, vagyis uniós, ugyebár.
Hány évre választják az Európai Központi Bank elnökét? 5 évre. Sajnos nem, ez 8. 8 év a bankelnökek lassabban avulnak el. Következő a kettő, nincs pont az egyesnél. Kettes asztalunk. Piros 4. Piros 4. Nagyszerű. Annak a folyamatnak a neve, amikor egy társaság elhatározza, hogy bevezeti részvényét a tőzsdére. Lehet magyar is, de nagyon büszke lennék, hogyha az angolt is tudnátok, de már a magyar is jó. Kapitalizáció? Sajnos nem, ez az initial public offering, vagyis amikor részvény kibocsátás, tőzsdei bevezetés történik. Sajnos nincs pont. Hármas asztal. Kék ötös. Nevezzem meg egy EU tagállamot, amely nem tagja a Schengeni övezetnek. Románia. Ez szerencsés dobás volt. Hát mázli is kell. Most reméljük, a ceglédieknek több lesz, mint az előbb. Fehér öt. Na, fehérünk még nem volt úgyse. Köszönöm szépen. Mi annak a bankszámlának a neve, amely elsődlegesen pénzforgalom lebonyolítására nyitható? Folyószámla. Ön nyert 2 pontot, így van. Megyünk tovább, és véget ér a második kör. Piros ötös. Piros ötös. Nem volt még. Milyen típusú befektetési alapok, befektetési jegyek vásárolhatók folyamatosan? Tehát milyen típusú befektetési alapok, befektetési jegyek vásárolható folyamatosan? Index? Egyszerű, tessék. Nyílt végű befektetési alap. Sajnos nincs pont itt. Színe? Zöld kettes. Kettes? Nagyon jó. Persze, hogy ez van legalul, de nem baj. Addig kérek egy nagy tapsot Kerekes Györgynek, aki több nap, több éjszaka csinálta ezeket a ravasz kérdéseket. Megdolgozott vele. Még egyszer, tehát zöld kettes. Mekkora a felső határ az évente adózónként a nyugdíjbiztosításokra igénybe vehető adókedvezménynek? Tehát mekkora a felső határa az évente adózónként a nyugdíjbiztosításokra igénybe vehető adókedvezmény? 150 ezer forint. Kicsit kevesebb, 130, úgyhogy sajnos nincs pont. Gyerünk tovább, kettes. Kék négyes, kérem. Az áruk, szolgáltatások és a személyek szabad áramlása mellett melyik a negyedik uniós alapszabadság? Tehát ugye a áruk, szolgáltatások, személyek szabad áramlása mellett melyik a negyedik uniós alapszabadság? A tőke szabad áramlása. Ön nyert 2 pont Salgótarjánban. Igen. Színe? Sárga kettő. Milyen mértékű és milyen struktúrájú ma Magyarországon a személyi jövedelem adó? Székelyudvarhelyen rendszeresen kap magyar adó kérdést. Egy részét, ha mondjátok, már javaslom a zsűrnek, hogy szeressen meg benneteket. Hm? 20%. Így, akkor segítek. Ha 15%, akkor? Kettős. Épp az, hogy egy kulcsos. Sajnálom, de ez itt megint nem jön össze. Négyes asztal. Fehér hármas.
Mi a LIBOR jelentése? A LIBOR. Szerintem nem lesz ötletünk. Tessék? Nem lesz ötletünk. Nem találjátok ki? London Interbank Offered Rate. Magyarul a London bankközi referencia kamatláb. Na. Én is csak azért kapok pontot, mert elolvastam. Pécs. Sárga 5-ös. Sárga 5. Ki a gazdasági stratégia pénzügy politikai kereteinek meghatározásáért felelős kormánytag? Ki a gazdasági stratégiai pénzügyi politika kereteinek meghatározásáért felelős kormánytag? Varga Mihály. Varga Mihály. Varga Mihály, igen. Megnyugodott a zsűritag, hogy felismerték a főnököt. Jó, kérem szépen. Fekete 6-os. Milyen fekete 6? Hogy mindig kivadászátok, ami legalul van. Melyik az a virtuális valuta, amely olyan digitális eszköz, amely csereszközként vagy fizetőeszközként is funkcionál? Legalább az egyiket. Bitcoin? Bitcoin, úgy van, kérem. A kriptovaluta nem téveszthet össze a temetkezési költségekkel, ugyebár. Milyen színű jön? Fekete. Igen, hányos? Kettő fekete? Na jó, ez nem lesz nehéz, remélem. Melyik volt 2018-ban a legnagyobb árbevételt elérő magyar vállalat? Na, próbáljatok meg valamit. A Richter? Nem. Nem is a Dur, hanem a MOL. Hát a MOL részének volt a legnagyobb árbevétele. Hármas asztalunk. Melyik a BÉT, a Budapesti Értéktőzsde közepes és kis kapitalizációjú részvénynek indexe? Bumix. Bumix. Legalább a BUT reméltem, hogy megpróbáljátok, van már budapesti. Ha nem BUX, akkor Bumix. Na jó. Akkor. Fekete 6. Egy vállalati mérleg egyik oldalán szerepel a tartozik. Mi a másik? Követel. Ez viszont két pont. És végül az utolsó dobás, Pécsé. Kék 3. Mikor vezették be az eurót bankszámla pénzként? Legalább az évet. 2008. 1999. Bankszámla pénzként hamarabb jött az euró. Sárga 1-es. Sárga 1-es. Hány év a magyar állam által kibocsátott baba kötvény futamideje? 19 év. Nyert, ez egy 2 pontos dobás volt. Fehér 2-es. Fehér 2-es. Elsősorban kinek a fizetési képességét vizsgálja a faktor? A szolgáltatást igénybe vevőjét. A vevőjét, így már, stimmel. Köszönöm, 2 pont a 2-esnél. Zöld 2-es. Zöld. Na. Hogyan nevezzük azt az időt, amelynek letelte után az önkéntes nyugdíjpénztári pénztártag adó- és járulékmentesen hozzáférhet az egyéni számláján nyilvántartott összeg hozam részéhez? Milyen idő lehet ez? Tagsági idő. Várakozási idő. Sajnos előző fordulóban volt, úgyhogy nagyon reménykedtem, hogy erre valaki még emlékszik. Zöld 3-as. Zöld 3-as. Hogyan nevezzük azt a jogszabályban meghatározott időt, amelynek elteltével egy igényünk ugyan nem szűnik meg, de azt a bíróság vagy más hatóság előtt érvényesíteni már nem lehet? Most pénzügyi vonatkozásban tesszük, de ez a fogalom egyébként is ismert, például bűncselekmények kapcsán. Elévülés? Így a 2 pont, igen. És akkor végül Pécs. Fekete 2-es. Fekete 2-es. Milyen befektetési lehetőséget kerestek a kockázati tőke befektetők? Nagy hozamú és kockázati. Igen, köszönöm szépen, ez így. Nagy növekedési potenciálú, innovatív. Köszönöm szépen. Minden jó válasz 4 pontot ért, tehát 20-at lehetett egy-egy csapattal így gyűjteni. Figyeljétek meg, hogy jót mondok-e. Tehát ahányszor jó válasz volt, annyiszor 4. Egyes asztal 12. Stimmel? Ez azt jelenti, hogy 3 jó válaszotok volt, ugye? Ugyancsak 12 a 2-es asztal, 8 a gimilliomosok, a Tim Wilson a 4-es asztal 12, és az 5-ös asztal 8. Becslés következik.
méghozzá oly módon, hogy bizonyos tippelendő kérdéseket felteszek, és ha nem is kell pontosan tudni a számot, de nem már tudni, hogy mégiscsak körülbelül nagyságrendűleg milyen lehet ez. 10 kérdés hangzik el, 10 kérdés. Kb. 20 másodperc gondolkodási idő után meg kell becsülni szóban egy forgalat nagyságrendjét, mert a papírra kell felírni, majd játékvezető felszállításra fel is mutatni. Tisztelettel kérem, hogy kis kardgyakorlat addig tartsátok fel, amíg meggyőződök arról, hogy abban a bizonyos tolik határban van, amelyet a kérdés készítői meghatároztak. Tehát most egyel tévedsz, akkor nem. Ugye, tehát nem az, hogy pontosan azt a számot találd el, vagy ahhoz legyél legközelebb, hogy aki ebben a sávban benne van, az 2 pontot szerez, majd így megint 20 pontot lehet szerezni. A háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2019 első negyedévében 55 ezer milliárd forint volt. Becsüld meg, hogy a pénzügyi vagyonnak mekkora hányada volt tőzsdei részvényekben, ez 1%. Jó, tehát mutassátok. Igen, igen. Ez mit jelent? Jó, az 1-2, jó. 7, az sajnos nem jó, tehát 1-es, 2-esnél van pont, 4-esnél nincs, mert csak 1-2%, és a 10% is túlbecsültétek. 1-2%, tehát 1 kötőjel 2%, ezen belül elfogadtuk már a választ. A következő, hány százalék a csók lakásvásárlásra felvehető hitel államilag garantált éves kamata? Igen, köszönöm. 2 pont a 2-es asztalé. Igen, itt is megvan. Köszönöm. A hármasnál is az 5%-os sajnos nem stimmel. Igen. 3%, ezen a 3% lenne a helyes, de itt a határba beesett valaki azok közül, jövök hozzátok is, és 2 pontot ért az 1-es asztalnál is. Na. Következő, az Európai Unió hány tagállamában hivatalos fizetőeszköz az euró? 2 pont a 3-as asztalé. Kilógtok. 4-esnek nincs pontja, az meg azért, mert alálősz. A 22, fölé lőttetek. 17, meg alá. Kérem szépen, 19 lett volna helyes, és a 18 kötőjel 20-at volt módonban elfogadni, úgyhogy rezgett a léc, de nem sikerült eltalálni. 4-es. 2018 októberi vásárlást követően hány tonnát nyom a Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka? Ennél több. 3-as aztán nincsen pont. Nagyon alálőttetek. 4-esnél sincs. Az egy kicsit sok lenne. 3500 tonna, hát az szép lenne. Bellen is lenne a bank. De akinél még nem voltunk, jövök. 800, ez is fölé. Fölé 200. És már voltam. Kérem szépen, 31,5 tonna ez az aranytartalék. 28 és 34 között bármit elfogadtam volna, beleértve magukat, ezeket az értékeket is. Következő. Mennyi az infláció fogyasztói árindex 2020-ra tervezett mértéke a költségvetési törvényben? Jó, 2 pont Ceglédnek a 4-es asztalnak. Ez is 2 pont. Jó. 1-es asztalnál. Igen, 2 pont itt is. Ez kicsit alálőtt. 2-esnél nincs, 3-asnál nagyon magas lenne.
2,8% lenne az infláció tervezett mértéke a költségvetési törvényben, 2,5 és 3,5 között hajlamos lettem volna elfogadni. Még 5 ilyen tipp van, úgyhogy száguldok tovább. Mennyi volt a budapesti értéktőzsde átlagos napi részvényforgalma 2018-ban? 1 milliárd magyar forintban. Túlzás. Túlzás. Tehát 1 milliárd forintban. De jó lenne. Azt mondja, itt mennyi az annyi? Mondjatok. Majdnem. Majdnem, de nem jó. Hát ez meg nagyon alálőtt. 8 milliárd lenne? Hát sajnos kérem, 11,4 milliárd magyar forint volt, 10 és 14 között bármit elfogadtam volna, de ez sehol nincsen pont, úgyhogy megyek tovább a hetes. Hány milliárd forint volt Magyarország GDP-je 2018-ban KSH becslés szerint? 1 milliárd magyar forintban. Tehát mennyi volt Magyarország GDP-je, General Domestic Product, 2018-ban hivatalos KSH adat szerint, tehát 1000 milliárd forintban. Gyönyörű lenne, de nem igaz. Tehát 1000 milliárdban mennyi? Nagyon jó lenne, de nincs annyi. Már 1000-re gondolsz, ugye? Akkor se elég. Úgyhogy 143 ezer milliárd. Nagyon jó lenne, de nincs ennyi. Még megyek az egyeshez. 4, nem, sajnos nem. Akkor sajnos nincs pont. 42.073 milliárd, 40 és 45 ezer milliárd között. Ez egy viszonylag kézen forgó adat, úgyhogy lessék végig gondolni, hogy mennyi lehet az a GDP, sőt, az egyik korábbi fordulóban szerepelt szintén, hogy mekkora ez a GDP, kérem szépen. Na jó, akkor a 8-as, a NAV által kezelt 18 évi bevétel 14.252,5 milliárd forintot tett ki, tehát 14.252 milliárd. Mennyi volt ebből az áfa? Mennyi lehetett az áfa? 6,5. Ennyi nincs. 5000. Megvettem. 2 pont az ötös asztalnál. Ez mennyi? 5000, ez is jó 2 pontnak. Mennyi? Nincs annyi. Kérem szépen, 3928,7 milliárd forint, 3 és 5. Kérem szépen, adóügyben 2 pont. Köszönöm. Új adóügyben 2.3-as asztalnál. Európai gazdasági térségen belüli külföldi résztanulmányok, például Erasmus fél évek folytatása során mekkora diákhitel igényelhető egy teljes tanévre? 2.4-es asztalé. Ez kicsit kevés. Igen. 5-ös asztalnak nincs. 400. 1400, köszönöm. Ez 2 pont az egyes asztalnál. Mennyi ez? 40? 450? 1000? Na, azt nem elég. És nálatok mennyi az Erasmus? Jó, igen, ez is 2 pont a hármas asztalnál is. Jó, kérem szépen, 1.400.000 magyar forint, egész pontosan az egyes asztalunk tippelte meg, nem csak, hogy megtippeltem is találta. 1 és 2 millió forintos tippeket elfogadtunk pontszerzőként. És jön az utolsó, mennyi volt a teljes munkaidőben dolgozók havi bruttó átlagkeresete 2019 áprilisában? Tehát egy ember egy hónapban havi bruttó átlagkereset mennyi lehetett Magyarország? Egyes asztalnál nincs pont, kettesnél kicsit több volt. 2.3-as asztalnak, 360, 2 pont a 4-esnek,
És végül 267, ez kicsit alatta van. Kérem szépen, a jó válasz az 371.100, vagyis 300.000 és 400.000 forint között fogadtunk el válaszokat. Hát kérem szépen, az izgalom a tetőfokára hág, amin felkerülnek ezek az eredmények. Megszületett a végeredmény. Tehát a sorrend. Első helyezett lett az ötös asztalunk Pécsről, a második helyezett az egyes asztalunk Békés Csabáról, harmadik lett a ceglédi csapat, a négyes asztal. Nagy tapsot érdemel a kiváló székelyudvarhelyi csapat, akik a negyedik helyezést érték el. És végül a kettes asztal Salgótarján, amelyik 147 ponttal az ötödik. Hát kérem szépen! Én azt hiszem, hogy jó mulatság, és mondhatom, férfi munka volt, mert a további évekhez képest elfogytak a lányok. Most már csak egy hölgy volt, ugye Békés Csabáról velünk. Korábban nem domináltak ennyire a fiúk. Nekem nagy megtiszteltetés volt itt állni, és innen az a tisztám, hogy megköszönjem, hogy játszhattam veletek. Mindenféle ceremónia, zsűri, zárszava és egyéb az következik majd. Most egy 15 perces szünet következik.